Évről évre elismeri a Hungaroszpa kitartó, illetve kiemelkedő munkát végző dolgozóit, közöttük több évtizeden át rendíthetetlenül helytállók tevékenységét méltatják, akik a hajdúszoboszlói gyógyfürdő kollektívájának kiemelkedő személyiségei. Az idei évzáró rendezvényen 49-en vehettek át 5, 10, 15, 20, 25 éves György Gárdál ismerést. Bos Sándorné és Szabó Ferencné 35 éves György Gárda tagok. 40 éves György Gárdál ismerésben részesült Szabó Lászlóné fizikoterápiás asszisztens. Elvégeztem a gyógymasszőr tanfolyamot, és utána elmentem fizikoterápiás asszisztensnek, de azt már itt végeztem, tehát előbb rendelőintézet, aztán fizikoterápiás asszisztensként. Nagyon örültem, nagyon támogatott engem a vezetés annak idején is. Akkor még egyszerűbb volt a tanulás, munka mellett lehetett tanulni, és én nagyon örültem, hogy ezt a pályát választottam. Mai napig is szívesen csinálom, és hiába eltelt a 40 év, még mindig nagyon szeretek itt lenni. Mint mások, sokaktól hallom, hogy alig várják, hogy elmenjenek. Én nekem az a rossz, hogy sajnos, hogy nem soká majd el kell mennem, és én ezt nagyon sajnálom. A szakembernek egyébként a férje is hosszú ideig a hajdúszoboszlói gyógyfürdőben dolgozott, a TMK kollektíváját erősítette. Hogyan éreztétek magatokat itt? Csak jól érezheti az ember magát ilyen közösségben, ilyen munkában, ilyen munkatársak mellett, és ez a fürdő az mindig egy olyan munkahely volt, amiben mindig bízhatott az ember, és nyugodtan dolgozhatott. Mert az ember nem csinált itt semmi rosszat, akkor itt akár élete végéig is eldolgozhatna talán, úgy, ha bírná a munkát. De egyébként nagyon jó hely itt, nagyon jó itt lenni. És nagyon szeretek itt lenni a mai napig is. Mindenki pintjűnek becézi évtizedek óta Korpos Piroskát, aki vezérigazgatói elismerést és jutalmat vett át 37 éves munkájáért. A hajdúszoboszlói gyógyfürdőben mindig is dolgoztak olyan vezéregyéniségek, akik meghatározó, kitartó és nagy népszerűségnek örvendő személyei, mint egy ikonjai a nagymúltú vállalatnak. Sokuk innen vonó nyugdíjba. Közéjük tartozik most már Pintyő is. Ahogy visszagondolok, én mindig is egészségügyi dolgozó szerettem volna lenni. Így kezdtem a hajdúszoboszlói rendelőintézetbe, és utána ismerettség után kerültem a gyógyfürdőbe. Ez egy előrelépés volt nekem, mindenképpen szakmailag feltétlenül, és itt egy olyan kedves kollektíva fogadott engem, aki nagyon nagy bizalmat adott nekem, és én éltem is ezzel a bizalommal. Belevetettem magam a közéletbe, a társadalmi élet minden fokozatába, és nagyon jól éreztem magam. A vendégek szeretete és a kolléganők ragaszkodása mindenhez, mindenre megtanított. Nagyon-nagyon sok szeretetet és nagyon nagy tapasztalatot szereztem ezen a téren. Szerettem a betegeket, szerettem a vendégeket, és a ragaszkodásuk mindig erőt adott ahhoz, hogy még jobban csináljam a munkámat. Úgyhogy most egy kicsit szomorú is és boldog is vagyok, mert jó érzés az, hogy az embert ennyire kedvelik és ennyire szeretik, és egy kicsit szomorú is, mert ha visszagondolok arra, hogy én talán most vagyok ezen az utolsó alkalomban, ezen a vacsorán, akkor egy kicsit szomorú vagyok. De úgy érzem, hogy annyi emlék és annyi szeretet vett körül, hogy ebből sokáig fogok erőt meríteni a későbbiek folyamán is. Mindig is, hogy azon a területen dolgoztál, vagy több területen itt a fürdőnél? Nálunk az elektroterápián, mivel több elektroterápia is van, egy egészséges forgórendszerben dolgoztunk, de csak terápián és csak rendelőben. Rendelőben is szívesen dolgoztam, több orvossal is, és mindegyikre szívesen emlékszem vissza. Hajdúszoboszlói vagy, mit gondolsz hajdúszoboszlóiként a hajdúszoboszlói fürdőről? Én nagyon büszke vagyok rá, hogy itt dolgozhattam. Ez egy csodálatos intézmény, és én úgy érzem, hogy az egész várost meghatározza. A város is alakult, a fürdő alakította, és valahogy a fürdő is alakult a városhoz. Mindenkinek szerintem a hajdúszoboszlói gyógyfürdő jut eszébe, hogyha hajdúszoboszlót hallja. Én nagyon remélem. Az az igazság, hogy minden évben volt valami új. Ha visszaemlékszek a 37 évre, minden évben volt valami érdekes, valami szép. De ami az utóbbi 15 évben történt, az maga a csoda. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Őszintén szeretném látni azt, hogy még szebb és még modernebb lesz, és bízom benne abban, hogy ez még szebb és még modernebb lesz. Szeretnék még sokáig látni. A Hungaroszpa évzáróján vezérigazgatói elismeréseket kaptak még Csontos Erika, Borok Sándorné és Pál Istvánné.
Ilyenkor köszöntik a többszörös víradókat is. Az idén 30 dolgozó kapott 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50-szeres víradásért elismerést. 55-ször adott vért Magyar Attila, Somogyi Ferenc, Tornyai Sándor, 60-szoros véradó Szabó Attila, és 65-ször adott már vért Nagy István. 1,5 millió kilométert balesetmentesen vezetni nem kis teljesítmény. Még akkor sem, ha a Farkas Attila gépkocsi vezető szerint nem csak adottság és gyakorlat kérdése. 28 éve vagyok a fürdőben, még Janovics Személ bácsihoz a kertészetben kezdtem. Úgyhogy utána meg, hogy igazgató lett a Milbácsa a fürdőbe, átkerültünk együtt, tehát úgy, és akkor még 10 évig voltam a kertészetben, és akkor a Szűcs fal idejében jöttem át, mikor a Kovács Imre bácsi elment nyugdíjba, utána lettem fürdősofőrje. Hogyan emlékszel vissza azokra az időkre? Milyen volt akkor a fürdő? Na hát a fürdő akkor is jó volt, de kisebb sokkal. Egy nagy család volt igazából a fürdő, alig dolgoztunk 150-en körülbelül, és teljesen mindenki mindenkit ismert. Ma már azért szinte új arcok vannak most is nekem itt például. Tehát nem mindenkit ismerek már. A Hungaroszpán sofőrje szinte állandóan úton van, és nagyon szereti a munkáját. A balesetek elkerüléséhez azonban szerinte ennél is több kell. Ez teljesen szerencse, mert az úton bármi történhet bármikor. Ha szerencséd van, megúszod, ha nem, akkor jó, oda kell figyelni, ez biztos, mert szóval figyelni kell, meg koncentrálni, de hogyha nincs szerencséd, akkor nem úsztad meg. Milyen érzés az pár száz rendszámú kocsit vezetni, ami nem egy hétköznapi kocsi országos viszonylatban sem, hiszen egy Hungaroszpályé? Hát jó érzés igazából, de az is egy kocsi, másik kocsi. Nekem igazából nincs annyira, nem vagyok kocsimániás, tehát kocsi, mindegyiket vezetem, a teherkocsikat is, mindent. Nem egyforma, de jó érzés, főleg akiket szállítok, viszek, sokfajta emberrel találkozok, vendégekkel, minden jó érzés, és azt mondom, különleges is egy kicsit. Büszkeséggel tölt el téged, hogy a Hungaroszpának vagy a vezérsofőrje? Hát természetesen, ez szerintem mindenkit büszkeséggel töltene el, úgy gondolom, hogy felemelő érzés valahol, egy ilyen világhírű cégnél dolgozni.